Halló, Faust Sándor. Jó reggelt kívánok, szia! Nagyon régen beszélgettünk, egyszer majd megbeszéljük ennek a hosszú kiadásnak az okát műsoron kívül. Most én elsősorban azért szerettem volna, ha visszatérnél, bár képzeld el, éjszaka kaptam a Duda Ernőtől egy SMS-t, mert ugye abba maradt, ugye Duda Ernő is abba a helyzetbe került, nem miattam, de miattam is, hogy olyan politikai támadásoknak és egyéb támadásoknak lett kitéve, amivel ő egyáltalán nem számolt, hiszen korábban ő nem volt egy ilyen népszerű fiú, a szó idézőjeles értelme, hogy mindenki utána rohan, hogy mondjon már valamit a pandémiáról, ő pedig megosztotta ezeket a gondolatait őszintén. Ha ellentmondásba keveredett magával, akkor úgy keveredett magával ellentmondásba, mint minden ember. Nem gondolta azt, hogy azt két hét múlva úgy fogják az orrára húzni, ami egyébként a szó átvitt értelmében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okoz. Aztán jöttek még a politikai kitételek, amelyek ugye Kína kapcsán a kevésbé demokratikus államszervezetnek a működésével volt kapcsolatos, hogy ott könnyebb volt karantént elrendelni. Tehát az egész tudós társadalom egy nagyon fura helyzetbe került, mert miközben kérdezték őket dolgokról, közben meg azzal kerültek szembe, hogy korábbi nyilatkozataikkal szembesítették őket, és pillanatok alatt olyan mezőben találták magukat, amilyen mezőt köszönjük szépen, nem szerettek volna maguknak, miközben egyébként maga a közönség érdeklődés az megmaradt, és hát a közönség tulajdonképpen érthető kérdéseket tett fel, csak éppen nem tudományos logika alapján, és így aztán létrejött egy ilyen némi diszkrepancia, ami időnként nem némi volt, hanem ennél jóval több. Igen. Azt kérdezem tőled ennek kapcsán, hogy ha most madártávlatból nézünk arra, ami most van, akkor ez a mostani helyzet minőségileg, mennyiségileg, látványát tekintve mennyire más, mint egy évvel ezelőtt? Egyértelműen abban mindenképpen, hogy van vakcina, sőt vannak vakcinák. Ez egy óriási előrelépés, ez már a járvány legelejétől. De azt is akartam tőled kérdezni, hogyha ránézel a koronavírusra, mert te rá tudsz nézni, és te ismered. Ez ugyanaz a koronavírus, aki volt egy éve, vagy ez valami távoli rokona? Nem. Egy vírus, amelyik ennyire replikálódik, a nyilvánvalóan pillanatok alatt változatosságot hoz létre magában is, tehát nem, abszolút nem meglepő a brit, a dél-afrikai, a brazil, a indonéz variáció. Nagyon érdekes, hogy rengeteget fejlődött a vakcina gyártás, én most csak tudományos szempontból mondom. Utóbbi évek kialakult egy olyan a mesterséges intelligencián alapuló pseudovírus stratégia, amivel már az ellen is tudnak, kezdtek vakcinát gyártani, amely még nem itt is jött létre, csak valószínűleg igen, ez, amiben a mesterséges intelligencia létre fog jönni. Tehát ez egy óriási fejlődés, én Karikó Katalin tudom idézni, akivel én levelezek rendszeresen, és ő mondta, hogy ó, ez nem állt le a vakcinagyártás, hanem újabb sebességre kapcsolt. Ez egy versenyfutás. Én meg vagyok győződve, hogy lehet, hogy túl optimista vagyok, hogy a vírus olyan változatok irányában fog elmozdulni, ami az emberisége nézve enyhét. Tehát ő ki fog térni ezzel a háború előtt, mert az ő evolúciós célja nem az, hogy mi megbetegedjünk és meghaljunk, hanem az, hogy ő belőle sok legyen. Igen, de hát elég sokan maradtunk életben, tehát azért még virgoncan kivégeztem. Igen, de van nálunk jobb gazdaszervezet is. Én mindig mondom, hogy Svábbogárból sokkal több van a föld golyón, mint emberből, tehát ő jobban járna, ha átmenne Svábbogárba, de még más élőlényeket is el lehet ezzel kapcsolatosan mondani. Hát itt vannak például a bakteriofágok, a bakteriovírusok, amelyek baktériumokkal támadnak meg, rengeteg olyan
evolúciós vonatkozás van, ami hosszabb távon, és itt senki ne haragudjon meg, akinek rokona, barátja, ismerőse most kórházban, ne adj Isten, lélegeztetőképpen van, azokat ilyen evolúciós marhaságok nem hiszem, hogy érdeklik, de a madártávlattal, ahogy te kérdezted, ezt lehet mondani, hogy óriásit fejlődött egy év óta a vakcinológia. Az ember azt hitte volna, de ez már társadalmi kérdés, hogy az őn áhított vakcinával mindenki megkönnyebbül, nagy béke és egyetértés lesz, ünneplik a tudomány, és rohamos konszenzuson alapuló szolidaritással a földet átoltják a legkülönbözőbb vakcinákkal. Nagyon jó, hogy különböző vakcinák vannak mellesleg, nagyon jó, mert már most felvetődik egy alapkérdés, a vakcinával, amit nem tudunk ma megválaszolni, hogy mennyi ideig tart a védettség, beleszámítva az, hogy mi emberek genetikailag nagyon sokfélék vagyunk már, vagy 40 gén találtak az emberi örökítő anyagban, ami a vírussalra való reakciót különbözőképpen megváltoztatja. De örült volna mindenki, hogyha nem külön tárgyalások, vádak, konteók ezrei repülnek föl, hanem, de hát ez az én naivitásom, a tudománnyal foglalkozó ember halálos gyermekek naivitása, mert nincs így. Mennyire más ez a mai koronavírus, mint amilyen volt tavaly? Pontosan meg lehet tudni, hogy mik azok a mutációk, ha megengedett genetikusként válaszolok elsőbe, és utána a közegészségügyi vonatkozásban. Genetikusként rengeteg új varianció van, negyed óra alatt föltárják, hogy hol van az a mutáció, az a, ami a vírusnak megváltoztatja a természetét. Na most ez nem csak úgy változik meg, hogy rosszabb számunkra, veszélyesebb, jobban terjed, nagyobb betegséget okoz, hanem másik irányba, csak azt nem veszük észre, mert azok ártalmatlanok lesznek. Ebbe lehet talán bízni, hogy egy egyszerű náthavírussá fog szelítőni, de időnként szezonálisan, ebben évenként, két évenként hullámokat értek, vissza fog jönni. Ami a közegészségügyi vonatkozásokat illeti, nyilván ők nem... Ne tételezzük föl, hogy ez a vírus egy gonosz állat, egy ragadozó, amelyik itt leselkedik, hogy ránk ugorjon. Ez egy ilyen az élet határán lévő, ma nem élőnek tartott valami, ami egy célja van, hogy több legyen belőle, és most sajnos bennünk talált erre egy táptalajt. Oké, rendben van, de azt ne felejtsd el, hogy te is azt mondtad, amit egyébként most is mondtál, hogy szépen, ahogy az ember egyébként egy hegyből kijön, lesz egyre alacsonyabb, lesz dombság és lesz síkság. Most azonban... Igen, de utána újabb dombságok jönnek. Igen, de itt most nem nagyon volt ilyen dombság és síkság, hiszen ez az angol, ez nem úgy jött, hogy közben a kettő között egy nagyon hosszú békeidő lett volna, csak kevésbé voltak magasak a hegyek. Egyértelműen arról volt szó, hogy fog ez ellaposodni, és most lehetséges, hogy nagyon sok laposság van, ehhez képest mégis ez az angol, ez olyan mértékben pusztít, hogy az ember nem látja tőle nem az erdőt, hanem a síkságot. Ez így van, megtudták már egyébként, hagyj beszéljen megint a genetikus, hogy mi az oka az angolnak. Az az oka az a fitvariáns uzamos hatásának és terjedésének, hogy stabilabb a vírus. Egy darab pontmutáció van, egy helyen egy aminosav csere van, most elmondom, aszparagin savtól glicinné változik egy a 1600 aminosava közül, ezért
a fél élet ideje, tehát a stabilitása megnő. Nem okoz nagyobb baj, csak éppen kevésbé bomlik el, és pusztul el, vagy válik inaktívá. Ez a brit oka. De hagyd mondjak egy nagyon jó hírt is, ezt is körülbelül az elmúlt két hétben írták le, a dél-afrikai. Kiderült, hogy azon embereknek a széruma, akik már átestek a dél-afrikai, sőt, én tudom, hogy már van dél-afrikai ellenes vakcina is, pontos, hát éjjel-nappal ilyen vakcinákat tudnak létre próbálva igazodni a mutációkhoz. Szóval a dél-afrikai ellen termelt létrejött immunválasz mindegyikkel reagál, vagy a wuhanival, a brittel, a brazillal, tehát valami olyan céltábla van a dél-afrikai variánson, ami úgy tűnik a legtöbb vírust inaktiválni tudja. Ez egy nagyon jó hír. Influenzában évek óta próbálkoznak olyan influenza oltást előállítani, amit nem kell évente ismételni, mert egy olyan közös részével reagál a vírusnak, ami miatt az összes leendő influenza, és a mi esetünkben az összes leendő korona mutás ellen tud az immunrendszer védekezni. Szóval ebben a fantasztikus variabilitásban ebben nagyon jó dolgot is. Lehetséges, hogy az emberek ilyen. Most éppen ugye a közeli prognózist nézik. Hozzátéve, hogy ez a brit vírus, ez nem nagyon kíméri az embereket. Olyan szövődményekkel jár, amilyen szövődményekről korábban nem beszéltek, és valójában könnyen lehetséges, hogy inkább egy fekete özvegyel találkoznának a lakásban, pedig hát avval se jó együtt élni, de ott az életben maradásnak az ará, vagy a lehetőségét jobbnak vélik. Azt kérdezem tőled, mert ehhez értesz, miközben mindenre te se tudsz válaszolni. Áruld már el, minek a függvénye az, hogy kialakul egy mutáns? Ez a biológiai természet lényege. Akkor engedd meg, hogy valami olyat mondjak, hogy mi az a három dolog, ami miatt valamiről azt mondjuk, hogy élet. Tehát ez a szó, hogy élet. Ennek a biológiai definíciója három dologból áll. Az, hogy szaporodik, az, hogy öröklődik, és az, hogy változatos. Tehát az öröklődés, a szaporodás és a változatosság, ettől élet az élet. Ez a teljes törzsfejlődésre, evolúciója, a bioszférája mindenre jellemző. Meg vagyok győződve, hogy egy majdani földön kívüli élet megismerésénél ilyen axiomatikus alap jellegek. Ezért a változatosság, az állandó változatosság, az szinte, az kizárhatatlan. Mi van azzal a kódex másoló szerzetessel, aki az életét azzal töltötte, hogy egy rosszul világított helységbe egy gyertya mellett másolta a kódexet? Nyilván hibákat követett el. A hibák azok változatok. És ilyen értelemben ugyanez történik minden szaporodó és a információt a generációk között átadó élőlénnyel. Abban a szférában, ahol te élsz és dolgozol, a mutáns az micsoda? Mi annak az? Változzak. Ha ezt most az emberre vonatkoztatom, akkor... Az is igaz. De akkor megszületett ember egy mutáns? Vagy milyen az emberre vonatkozó megfelelő? A mutáns változat. De az embernél milyen változat van? Hát miért? A szeme színétől hajáig, a magasságától a betegségekre. De az már önmagában mutáció? Nem, önmagában öröklődő genetikai változás.
ez, amikor megkérdezik az embertől, hogy mi az evolúció, akkor az a korrekt, itt volt egy, hogy említsek egy nevet, Juhász Nagypál, egy zseniális tanárom volt az ELTE-n. Ő mondta, hogy az evolúció az a genetikai változások összessége és az ehhez való alkalmazkodás. Tehát változat, nincsen fejlődés, változat van. Miért lennél te, Fiala János, különb, mint egy mondjuk egy liliom, ami a evolúciója csúcsán van, gyönyörű, szép, tetszik, termeszthető, egyáltalán jó esik, és van egy másik élőlény, Fiala János, nincs, nem vagy felsőbbrendű, magasabban vagy szervezett, na, nem tudom, érted-e, amit mondod. Értem. Genetikában nagyon rosszul a mutáció, mert van egy pejoratív hangsúlya. Jó, de ha már itt tartunk, akkor most maradva itt ennek a COVID-19 koronavírusnak látjuk az evolúciós vonalát, vagy ilyet nem lehet látni? Hát látjuk, észleljük. A múlt, az első pík alatt, az első hullám alatt, tehát mondjuk májusban, Spanyolországban további 6 variánst írtak le, csak a kutya nem foglalkozott velük, mert nem okoztak súlyosabb betegségeket, mint amit tudom én Madridban dúlt. De a genetika megszekvenálta ezt a 30 ezer nukleotid bázisból álló örökítő anyagát a vírusnak, ami iszonyú kicsi az ember 3 milliárdjához képest, és azonnal észrevette a betű hibákat. Ez olyan, mint egy nyomdai ellenőrzés, amikor leadsz egy kéziratot, akkor ellenőrzik, hogy nincs-e elütés benne. Vannak olyan elütések, aminek nincs jelentősége, mert a szó értelméből te meg fogod érteni. Érteni helyett szó értelme lenne, akkor tudod, hogy ott a i betű helyett ellen. De ha a ver helyett vér van, akkor már zavarba vagy, mert az egy funkcionális változás, mert a szónak a jelentése változott. Ezért nem figyeltek föl, vagy nem volt érdeke, az volt az érdekes, hogy legyen beteg ellátás, elég legyen, gyógyszer elég legyen, ágy elég. De most a változatokban olyanok is feldukkantak, ugye elvileg, hát 120 millió ember fertőződött már meg, vagy több már. Hát ez egy óriási edzőpálya ennek az átkozott vírusnak, és ő ilyen is, olyan is állandóan változtatja magát. Oké, fogjuk folytatni ezt a jövő héten, de most azt mondjad meg nekem, hogy te miért maradtál életben? Életben maradtam két okból, részben óvatos voltam, megpróbáltam minden lehető. Sétáltattál kutyát? Rengeteget voltam szabad levegőn, így igaz, áll a kutyámnak és a feleségem noszogatásának, hogy ne legyek már olyan lusta, mint amilyen általában vagyok. Egy-kettő rendszeresen jártam egy olyan egészségügyi központban, nem nevezném meg, ahol mintákat, mi egy új módszerrel próbálunk dolgozni, vittem, hoztam, tehát engem beoltottak, méghozzá a legelső, majdnem egészségügyi dolgozó. Hosszú időt eltett ebben az egészségügyi intézetben, mi zajlott, mert ezt nem értettem. Nem, én részt veszek egy munkában, egy fejlesztésben, ami a Covid-dal kapcsolatos, nem akarok spoilerezni. Értem, de ott mi történik veled, aminek következtében életben maradtál, X-el szemben, aki már nem él? Ott velem az történt, hogy fogtam olyan mintákat a kezembe, amiben nyugodtan kaphattam volna a fertőzést, ezért beoltottak. Tehát én az elővigyázatosság és az oltás miatt az első alkalommal februárban
én megkaptam a... Én értem, de februárig is életben maradtál, az is egy nagy dolog, azért februárig is sokkal meghaltam. Igen, vigyáztam, lehet, hogy a brit variáns már engem elkapott volna, most az a vakcina, amit megkaptam, az védellene. Megpróbálunk, én már nyugdíjas vagyok, tehát ha lehet, kell közlekedni, vásárolni, akkor én autóban megyek, maszkot használok, kezet fertőtlenítek, és nem érintkezem lehetőleg testileg semmilyen formában, még az unokáimmal se, ami nagy hiányérzetet. Aki meghalt, miért halt meg? Nagyon eltérőek vagyunk etikailag, ahogy mondtam, tehát persze rengeteg olyan génünk van, ami az emberiség genom állományába, örökítő anyag állományába genomja olyan gént is tartalmazott, vagy olyan variánsát a génnek tartalmazta, ami miatt ő egy adott pillanatban olyan ödéma, tehát ilyen vízkiáramlás történt a tüdejében, ami nem engedte az oxigén cserét a vér erekkel, a hajszál erekkel, és olyan volt, mondjuk én most feltételezem az ő kardiális szív érrendszeri állapota, hogy azt ő nem érte túl. Genetika és epigenetika, ez a két dolog, epigenetika az a környezet hatása a szüleinktől örökölt genetikai állományra. Valaki el volt hízva például nagyon, az egy nagy hátrány. Dohányzott, nagyon nagy hátrány. Alkoholista volt, tehát egy sokkal több etil alkohol került a szervezetébe, mint a többiek. Ezek mind-mind összekapcsolódhatnak egy ilyen negatív hatású puzzle formájában, ami az ő mortalitásához vezette. Végül egy utolsó kérdés, vagy megállapítás, ami elütt a beszélgetésünk eddigi vonalától. Ugye korábban arról volt szó, hogy hogyan dolgoznak a gyógyszergyárak, és köztük is az oxfordi fejlesztés az AstraZeneca-val kapcsolatban, ugye nagyon sok pozitív dolog hangzott el. Hát azért kiderült az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy azért ezek a gyógyszergyárak, ezek hát lehetséges, hogy emberbaráti szempontok is vezérlik őket, de a haszonmaximalizáció az szintén nem idegen tőlük, ami engem legalább annyira felháborított, mint megnyugtatott, mert ahogy a hazai parlament nem működött másféleképpen hosszú távon hangvételét tekintve, mint ahogy pandémián kívül, azért olyan disznóságok derültek ki különböző gyógyszergyártókról, amelyekről korábban is lehetett hallani, és nem lehetett, vagy csak remélkedhetett az ember abban, hogy most ebben az átmeneti időben, amikor a pandémia itt van a világban, akkor ezzel felhagynak, de hála jó Istennek, ott is emberek vannak, és nem hagytak fel vele. Igen, de ez nem csak a gyógyszergyárakra, vagy a vakcina gyártó fejlesztő cégekre igaz. Ez ebben a profitra orientált világban, ez végül is egy bizonyos határig elfogadható, a föníciaiak óta a pénzt használják, mint általános csere értéket. Természetesen nyerni akarnak, ezzel önmagában semmi baj nincs. Azzal van baj, hogy nem csak a gyógyszergyárakban, hanem az élelmiszer előállítókban, a szappan előállítókban, a bútor kereskedésben, a ruhakészítésben ugyanez van, csak az nem megy ennyire a bőrünkre, az életünkre, tehát ezt sokkal élesebben látjuk. Nincs új a nap alatt, hogy kellően biblikusan fejezzem be a beszélgetést. Gyakorlatilag Salamon bölcsességei vannak a Prédikátorok könyvében megírva, nincs új a nap alatt. Ez a dolog lényege. Ezért kell olyan társadalmat, ezért kell olyan demokráciát,
kialakítani, ahol valamilyen kontroll, valamilyen nyilvánosság, valamilyen közjó iránti elkötelezettség dominál. Köszöntelek ismét a klubban. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állás, kellemes hétvégét. Viszont kívánom. Falus András akadémikust hallották.